Megjelent a magyar közlönyben a kötelező maszkviselésről szóló kormányrendelet csütörtök késő este. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki délutáni kormányinfón bejelentette. A kormány járványügyi szigorításokról döntött. Szombattól zárt térben újra kötelező lesz a maszk használat. Így a bevásárlóközpontokban, a boltokban, a színházakban. A szolgáltatások esetén ott kötelező a maszkviselés, ahol az üzlethelyiségben 5 főnél többen tartózkodnak. A sportolás céljára szolgáló helyiségek kivételt jelentenek. Az iskolai maszkviselésről az igazgatóknak kell dönteniük. Az 500 főnél nagyobb rendezvényeket csak védettség igazolványa lehet látogatni. Az egészségügyben a harmadik oltás felvételét is kötelezővé teszik. Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett kormányrendelet rögzíti, hogy a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény szolgáltató, a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény vezetője, valamint a felsőoktatási intézmény rektora határozza meg a vezetés alatt álló intézmény területén a maszkviselés szabályait, azzal, hogy a maszkot bárki jogosult használni, és a maszk használat senki számára nem tiltható meg. Azt a személyt, aki a maszkot az üzemeltető, az üzemeltető alkalmazottja, vagy az üzemeltető megbízottja felszólításra nem viseli, az üzemeltető, az üzemeltető alkalmazottja, vagy az üzemeltető megbízottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy a személy a helységet, illetve a területet elhagyja. A kormányrendelet november 20-ától lesz hatályban.